szigorú intézkedéseket fenn kell tartani. Azt mondták, szigor kell, mert karácsony jövőre is lesz, most az a fontos, hogy mi is legyünk. Ennek megfelelően ma hajnalban az operatív törzs hozott néhány döntést. A legfontosabb, hogy a jelenlegi kijárási tilalom és szigorú intézkedések január 11-éig, tehát további egy hónapig érvényben maradnak. December elején jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a koronavírus járvány miatt a kijárási korlátozás január elejéig fennmarad. Ez alól egy későbbi kormányzati döntés értelmében csupán december 24-e szenteste volt kivétel. Ám szilveszterre nem jelentettek be átmeneti enyhítést. Vagyis az év utolsó estén sem lehet elhagyni a lakóhelyet este 8 és reggel 5 óra között. Valamint a csoportosulás és a gyülekezés is tilos. Idén a szilveszteri bulik, utcabálok is elmaradnak. A vendéglátó helyeknek, szórakozó helyeknek is zárva kell tartaniuk, csak elvitelre adhatnak ki árut. Arról is döntött a kormányzat, hogy tilos tűzijátékozni szilveszterkor. Akár 150 000 forinttal is büntethető az, aki ezt a szabályt megszegi. Kormányrendelet tiltja továbbá január 3-áig a közterületi szeszes italfogyasztást is. A korlátozó intézkedések fenntartását tudomásul vették a fiatalok is, még ha nem is örülnek neki. A szilvesztert pedig néhány baráttal töltik majd. Valószínűleg a barátaim összeülünk, aztán kártyázunk. Az általunk megkérdezettek zöme, vagy idén egyáltalán nem csinálnak semmit az év utolsó estéjén, vagy csak szűk baráti, családi körben kocintanak egyet az új évre. Tavaly elmentem szórakozni, idén otthon fogom tölteni. Akkor te nem örülsz ennek a korlátozásnak? Én nagyon nem örülök ezeknek, az összes korlátozásnak nem örülök, de hát most ezt kell szeretni. Otthon. És amúgy is otthon szoktál? Nem feltétlenül. Január 11-éig maradnak fenn a koronavírus járvány elleni védekezés második ütemének szigorú védelmi intézkedései. Vagyis az éjszakai kijárási tilalom, a maszkviselési kötelezettség, valamint a közterületi csoportosulások, gyülekezések tilalma.